A Nemzeti Adó és Vámhivatal 2024-ben elindítja az e-áfa rendszert. Ezzel a videóval mutatja be a Nemzeti Adó és Vámhivatal az e-áfa rendszerét. A bevallások elektronikus összeállítását és benyújtását támogatja. Az adóhatóság tájékoztatása szerint minden vállalkozás számára előnyös megoldást kínál az adókötelezettség gyors és pontos teljesítésére. A korábbinál kevesebb adminisztráción túl képes kiszolgálni a vállalkozások ügyviteli rendszerének adatigényét a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elektronikus áfa rendszere. Az e-áfa szolgáltatásban elérhető adatok kiegészíthetők, és a rendszerbe az adózói döntések is beilleszthetők. A havi bevallók február 20-áig, a negyedévesek április 22-éig, az éves bevallók pedig 2025-ben nyújthatják be először bevallásukat az e-áfában. A NAV, ahogy eddig is, úgy továbbra is számít a felhasználók észrevételeire, hogy a gyakorlatban felszínre kerülő igények alapján finomítsa az e-áfa szolgáltatásait. Számos funkciója van az e-áfa rendszernek, mint például adatletöltés, szerkesztés, bevallás tervezet elkészítés, adateltérésre való figyelmeztetés. A NAV szerint, akik ezt használják, előnyt élveznek. Lényeges előny még, hogy azoknak az áfa alanyoknak, akik a bevallásukat az e-áfában intézik, nem kell M-lapon is adatot szolgáltatniuk. Az e-áfa webes felületét azok használhatják, akik egy adott bevallási időszakban összesen 100 000-nél kevesebb számlát kezelnek, ennél több bizonylat esetén a rendszer használata gép-gép kapcsolaton keresztül biztosított. Természetesen utóbbi akkor is választható, ha a kezelt számlák darabszáma nem éri el a 100 000-et, de az adott vállalkozásnak ez a forma az előnyösebb. A 2023. december 31 utáni adómegállapítási időszakokra február 1-től tehát háromféleképpen is beadható az áfa bevallás, az e-áfában gép-gép kapcsolaton keresztül, az e-áfa webes felületén és ANK nyomtatványon. Ha valaki ugyanarra az időszakra több módon is beadja bevallását, a NAV az elsőként benyújtottat veszi figyelembe. Az e-áfa rendszerről bővebb információt is elérhetnek a vállalkozások az adóhatóság honlapján.